Szervusztok! 2023. november 16-a van csütörtök, és egy-két perc múlva 6 óra. Szokás szerint most már több mint két éve, lassan már három éve. Kivétel nélkül minden csütörtökön itt találkozunk, és ez a mi kettőn közötti, hát a kettőn között úgy értem, hogy itt én vagyok, a túloldalon meg vagy 72 ezeren, de a kettőnk közötti beszélgetés, amikor ti kérdeztek, és ha én tudok rá válaszolni, akkor válaszolok, és mindig a legjobb tudásom szerint válaszolok, de tapasztalhattátok már azt is, amikor a kérdés az olyan friss volt, olyan a közelmúltról történt, amire azt kellett válaszolnom, hogy erre majd talán legközelebb térek, térek ki, vagy pedig ez nem az én szakterületem, hogyha valamelyik túl speciális volt. De mint mindig, ma is egy meglepetéssel készülök számotokra. A meglepetés igazából nem abban van, hogy Bródi János egy eddig is Bródi Jánossal találkoztok, hanem Bródi Jánosnak egy kevésbé ismert megjelenési formájával, és remélem, hogy ez a meglepetés illeszkedni fog az adás egyébként egyik kedves elemi, eleméhez is. Kérem tehát, hogy figyeljetek oda, ha az, e, valami eseményhez keresek, valami szépet, valami kedveset, akkor az első között mindig ott van Bródi Jancsi, hogy az ő munkásságából nézzen meg, mert ő a társadalmi kérdéseknek nagyon széles körét vonta be a saját művészetébe. Hát, figyeljetek oda, ez egy 4-5 perces bejátszás lesz, de szerintem e, érdemes félszemmel a készülődés közben mindenképpen érdemes a mai bejelentkezése, vagy erre a bevezetőre külön odafigyelni. Bródi János, mit tehetnék érted? Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. És azt hiszem, már észrevetted. A jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Nincsen varázspálcám, melyel bármit eltüntethetek. És annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Nincsen hétmérföldes csizmám, nincsen varázsköpenyem, hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos nem ígérhetem. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted? hogy előzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. Mit tehetnék, érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem! Miért megtörje a gonosz varázslatot? Mit tehet érte, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehet még árul el nekem? Mit Hát szervusztok, még egyszer szervusztok, ugye november 16-a a csütörtök van, és ez a bevezető dal, ez a bevezető vers, tudjátok, mindig én készítem el ezeket a általában előző nap, vagy aznap éppen ma délelőtt, hogy mivel indítsak, és mi lesz a nap aktualitása, és amikor vágom ezeket a kis filmeket, és összer, ö, összerendezem, akkor azért tudnotok kell, hogy például a mai napon rettenetesen elérzékenyültem. Hát nem lehet nem elérzékenyülni egy ilyen gyönyörű kislány, egy ilyen fantasztikus művészi teljesítménnyel mondta el Jánosnak ezt a e, csodálatos dalát, ugye ennek a dalszövegét, hiszen ő dalszövegíró is, nem csak előadó művész, e, előadó művész e, és lehetett látni az arcán, és ilyenkor, amikor bejátszom nektek, akkor én a hangot közvetlenül akkor már nem hallom, de szinte az arcáról tudtam, hogy pont hol tart. Hát nem volt véletlen. Nagyon sokan, több mint ezeren vagy ezeren voltatok velem szeptember 25-én, amiről már láttam, hogy egy számtalan kérdés, kérdés érkezett. Voltatok velem, és a hét közben azóta is folyamatosan kérdeztétek, hogy mi van Nenátának a kisfiával Dominikkel, mi történhetett, hiszen a bemutatkozáskor ő nagyon szépen elmondta, hogy én kettőjüket kértem föl a szikragyújtás rendezvény megnyitására. És hát vártuk, 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 de amit vártunk, a csodát, az megérkezett. 14-én megérkezett Dominik, szép nagy gyerekként, egy komoly férfiként, most fejből fogom mondani a 4.360 grammal, azért az már olyan, mint hogyha egy 4-5 hónapos gyermek lett volna, megdolgozta az édesanyját rendesen, 57 centi magasan, hosszú barna hajjal, és nagyon szép természetes szüléssel született, nagyon szép kisimított arca, kitisztult arca. láttam már két, órása, két órásan is, és azóta voltam benne tegnapi Nap is meglátogatva, hát Renátát rendesen, rendesen, hát nem azt mondom, hogy kikészítette, hiszen ez egy boldogság és egy csoda, de hát nagyon nagy, nagyon nagy, tehe, nagyon nagy erőt képvisel, vagy kell követel meg egy anyától, alapesetben is, de hát egy ekkora komoly férfinek a megjelenése különösen. Úgyhogy Renátát ma megijesztettem, hogy a kórházba bevitte magával a laptopját, hogy tudja segíteni a kérdéseiteket, de hát viccnek szántam, egy nagyon jó barátom beugrott már, és ő, ő, ő válogatja ki a kérdéseiteket, ahol azért egy mondatot mindenképp szeretném mondani, nekem mutatja a rendszer, hogy 33 hozzászólás volt, és eddig 5 kérdés érkezett a, a 33-ból. Kérem, hogy lehetőség szerint kérdésekre használjátok föl. Mindenkinek örülök, hogy ott van, látom, nézte, sokan vagyunk, ezen vagyunk, egymást köszöntitek, de nagyon fontos, hogy az adás szempontjából a kérdésekre lehessen válaszolni. Úgyhogy megszületett Dominik, aki a legfiatalabb részevője volt a szeptember 25-i rendezvénynek, és át is fogok most érni a kérdéseitekre. Hát nem olyan nagy meglepetés, nem ért benne, hogy ez elsősorban a 25. rendezvény kapcsán tettétek föl a kérdéseiteket, de megyek sorba, szeretnék sorba menni. Bedec Gabriella kérd, Ágnes kérdezi, hogy Orbán Viktor kiréptet minket az EU-ból kínai gyarmat leszünk-e? Odaírta nekem, hogy nem viccből kérdezi. Hát ez nem vicc ez sajnos valóban nem vicc. Még akkor is, hogyha az első válaszom az, hogy nem. Tehát, hogyha és komolyan kellett venni a kérdését. Éppen talán tegnap, vagy ma délelőtt, de tehát, hogy tegnap találkozott a kínai elnök egy egyéb nemzetközi összejövetel miatt a kínai elnök az Egyesült Államokban Joe Bidennel, és ennek kapcsán nagyon sok mindenről tárgyaltak, de ott például a kínai elnöknek egy olyan megjegyzése volt, tartósan kifejtette, tehát nem egy mellékmondat, amelyben elmondta, hogy Kína nem törekszik. Úgy látja, hogy Kína jövője nem az, hogy kialakít egy érdekszférát, és akkor azt mondja, hogy van a nyugati gondolkodásmód, és a nyugati, fejlett nyugati államoknak egy érdekszférája. Ahogy Oroszország Putyin elnök elmondása szerint törekszik egy érdekszféra kialakítására, sőt, amikor mielőtt megtámadta Ukrajnát az utolsó napokban, azt követelte nyíltan beszédében a nyugattól, hogy ezt az érdekszférát ezt a, hagyják neki meg, ebbe az érdekszfórába beletartozik Ukrajna, sőt a NATO és a nyugati államok a 90-es évek közepi közepéig vonuljon vissza egy kicsit, és a legalább a hadseregével, hát első lépésként a NATO fegyverekkel, mert ő az érdekszférájának tekinti a volt szocialista or országokat is. Kína azt mondta, hogy az ő kínai gazdaság egy olyan, és ez igaz, tehát ez feltetten igaz, hogy a kínai gazdaság egy olyan felépítést dolgozott ki magának, hogy az egész világ piaca a piacának tekinti az egész világot. Ha érdekszféra, akkor úgy, mint annak idején volt a közös piac, és a aki idősebb, kicsit azt tudja, hogy a, a KGST az két teljesen önálló működött, és volt a kettők között természetesen export-import kapcsolat, de az érdekszférán belül meghatározó volt, így például a magyar Gazdaság ősztermékén belül is talán 90%-os nagyságrend volt a KGST piac, és csak 10% volt az export-import a nyugati országok felé. Kína azt mondta, hogy ő akkora méretű ország, és folyamatosan növekszik, és akkora a gazdasági teljesítménye, hogy nem, ő nem akar egy érdekszférát létrehozni. Eltérő politikai nézetek lehetnek, de az érdekszférája neki arra terjed ki, vagy azban van, hogy az egész világgal egy megfelelő és erőteljes gazdasági kapcsolatot tartson fönt. De hát a veszély az tehát nem a kínai gyarmat, hanem az orosz az orosz elnöknek, az orosz érdekszférája, a türk államok közössége, az az ázsai térségben, arról Putyin elnök nem mondott le. És Magyarországnak, a Orbán Viktor kilépteti Magyarországot az Európai Unióból, csak abban az irányban van lehetősége, és ebbe az irányba tartozik, ezért is jár egy, egy különleges takként, egy, de most már az öltözéke, amit fölpróbáltatták rá, most már talán azt is mutatja, hogy nagyon otthon érzi magát a türk államok közösségébe. Csak tudjátok, azt nem értem, hogy Magyarországról körülbelül, különböző megközelítésben, de 7-800 ezer ember van már külföldön, hagyta el a hazánkat, van közülük nyilván egy 100-100-200 ezer, akinek nem feltétlenül a kivándorlás az, volt az elképzelése, hanem például tanulmányait folytatja ott. A, akár ma már a középiskoláit, ha megfelelő középiskolába akarja járatni valaki a gyerekeit, és lassan az általános iskolára is igaz, igaz leszett, hát de több százezre nem a hazatérés szándékával, legalábbis Orbáni rendszer alatt biztosan nem a hazatérés szándékával, mert az elől menekültek ki. Nem láttak rá lehetőséget, hogy itthon a rendszert megváltottassák, elfogadni azt, ami Magyarországon van, azt nem tudták, és maradt a harmadik út, hogy fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, de új életet próbálnak kezdeni a saját nemzetük otthonukon kívül, mert azt egy bűnszervezet elfoglalta. Úgyhogy az örös érdekszférának leszünk a gyarmatai, és hát természetesen, ezt nagyon sokszor elmondtam nektek, hogy föl kell venni azt a szemüveget, és érteni kell, hogy Orbán Viktor azért, hogy ez ne legyen olyan rettenetes, hogy azt mondja, hogy egy, egy átmenetben, hogy mi nem egy ott leszünk egy gyarmat részei, hanem úgymond egy független Nemzetként egyfajta hidat fogunk képezni a két érdekféra között. Ezt minden alkalommal elmondtam, most is muszáj, hogy hozzá tegyem a kérdése, hogy ez a becsapásának a teteje a magyar társadalomban. Semmi esélye nincsen semmilyen közvetítő szerep betöltésére Magyarországnak. Magyarország, amikor az Európai Uniót és a nato elhagyja, akkor onnan elzavarták. És hogyha te valamelyik munkatársadnak felmondasz, mert az úgy gondol, mondjuk egy vállalkozásban, hogy a magánéletedben, akkor felmond az elzavarta, mert lopott, vagy csalt, hazudott, vagy nem járt, nem járt be dolgozni, vagy lusta volt, vagy bármi ezek közül, ennél sokkal több rosszat lehet Orbán Viktorra és kormányára elmondani, akkor egy valami egészen biztos, hogy utána nem mész oda hozzá, és nem fogod azt mondani, hogy te most, hogy már kirúgtalak, most viszont nagyon örülnék neki, ha te lennél az én tanácsadom, az én közvetítőm, mert számomra egy másik érdekszférával való üzleti kapcsolat az nagyon hasznos lenne, és te közveszítsél. Nem. Magyarországnak ebben az esetben nincs közvetítő lehetősége, csak az az egy lehetősége van. Hogy hát ha nem is gyormatnak nevezném, mert ennek már új típusú megközelítései vannak, de egészen biztosan azt jelenti az, or az orosz, az ázsiai, de inkább az orosz érdekszférához fogja csatolni Magyarországot, ha, és most ugye figyeljünk, ha hagyjuk, mert nem szabadna hagynunk, mert tehetnénk kellene, és mindenképpen tennünk is kellene ellene. Volt egy rövid kérdés, amit... E, amit itt láttok, a, hogy a, kérdés egyszerű a megválaszolása. E, Kepeti, ha jól, jól látom, kérdezi, hogy Magyar György segíti -e az összefogásban, és az én, én munkámban segíti -e én nekem. E, Magyar György ügyvéd úrat egyébként a, 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 jogi pályán elismert tudása rendelkező ügyvéd, és én magam sok évtized óta sok évtized, a 90-es években is már nagyon jól ismertem, ismerjük egymást. Tehát bármikor ő föl tud hívni engem, én föl tudom őt hívni részébe, de nincsen, nem kapcsolódik be, be ebbe a munkába. Nincsen benne átfedés a mi munkánk, vagy a bármi, amit ő ilyen, ezeken a bármilyen területen tesz. Az előválasztások idején, elég meghatározó szerepe volt, Ilyen a társadalmi folyamatokban azóta talán ezen kevésbé látom, de nem akarom elemezni. Ügyvédnek, vagy <coughs> elnézést mindenképpen egy felkészült jogásznak tartom. Varga József kérdezi, egy, volt egy bejelentkezésem is a héten, egy pillanatra megjelenítem ennek a képét 13-án, tehát három nappal ezelőtt, és gondolom erre gondol József, hogy kérdezi, hogy Brüsszelbe sikerrel jártam-e. Hát van egy jó hírem, meg egy kicsi pontosító hírem. Ha kicsit megnézitek jól, ha megnézitek jól a felvételt, és ott én már olyan sokan kérdeztétek, akiknek meg volt a telefonszámom, rögtön ezután hívtatok is, hogy a telefon, telefonon, hogy akkor most Brüsszelbe vagyok, és mit csinálunk-e. Hát az Orbáni rendszernek róható föl, és tényleg annak róható föl, hogy nem engedi azt a magyar társadalomnak, hogy érdeklődjön, és hogy büszke legyen arra, hogy minden magyar állampolgár egyben az unió állampolgára is. Ezt az is bizonyítja, nem mentem messzire egyébként a témébe, hogy az Európai Uniónak van egy háza Budapesten. Van egy háza, és azt úgy hívják, hogy az Európai Unió háza. Hát azt gondolom, hogy ezt ezer magyarból jó, ha egy ismeri. És nem ilyen az arány a nyugat-európai országokban. És ebben a házban van, mint ahogy minden tagország van, az Európai Unió Bizottságának, ugye az a központi, olyan, ha úgy tetszik, olyan, mint a kormány, annak felel meg teljes, teljes mértékben, csak az államok szöve, szövetségeként, van egy nagy követsége, mint a Magyar Külügyminisztériumnak is, van egy nagy, van nagykövetsége a legtöbb országban. Itt azért eznek egy erősebb kapcsolódása van, hiszen a tagországokra, az unión belüli tagországokról beszélünk. Tehát a, ezt is jó, ha ezerből egy fő ismeri Magyarországon, hogy van nagykövetsége az Európai Uniónak, ez úgy nevezik, hogy képviselet, de az a nagykövetségnek megfelelő kategóriája, és az itt van a millenáris parknál, talán. Ennél sokkal többen ismeritek, hogy azt mondom, hogy a Mamut bevásárló központ mögött van nem messze, tehát eh, ahhoz közel. Úgyhogy igen, jártam, ahogy be is elkezdtem, és a képen is láthatjátok azt az épületet, ennek is neveztem, hogy a, 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 a Európai Bizottság képviseletén voltam, de itt Magyarországon. Hát ez egy kicsit azért, hogy, hogy a, a hely, vagy az, az jobban belegyen sorul. A másik része a kérdésnek az természetesen még fontosabb. A másik kérdése, hogy előtte én már természetesen fölvettem már hosszabb idővel ezőtt levelezéssel minden el az Európai Bizottsággal a kapcsolatot, és legegyszerűbben Magyarországon a nagykövetségen keresztül lehet ezt a közvetlen kapcsolatot felvenni. Felvettem a kapcsolatot, hiszen ma már bizonyossá vált, hogy hamarosan a Brüsszelben, az Európai Unió bizottságánál, meg lesz az a beadvány elkészül és beadásra kerül az a beadvány, amelyet bemutattunk, hogy szükséges szeptember 25-én és amely úgy gondolom, hogy ha a folyamat továbbra is valóban elindul előre és elindul egy erős folyamatában, tehát megvalósul, megvalósul akkor kisebb, nagyobb vagy nagyon nagy pozitívummal is tud járni a 2024. június 9-én sorra kerülő önkormányzati és különösen az Európai Parlamentben történő választásra. És mikor ez bizonyossá vált, akkor elindult az a munka is, hogy a, ennek a beadvány mögé szakértői anyagokat kellett tovább, tehát sok, ennek célzottan összeállítani, ebből már több elkészült elkészült, és elkészült az összegző anyag, azt mutattam be nektek ebbe a dosszéba, annak a tervezete, mert ugye ahogy jönnek be a szakértő vélemények, még ezek egy kicsit pontosításra kerülnek, meg természetesen a beadványt benyújtó Európai Unió parlamenti képviselőknek is jóvá kell hagyni a végleges szöveget. De azért, hogy Brüsszelben ne legyen időveszteség, hogy bekerül mondjuk a végrajta a kormányzat valamelyik szervéhez a beadvány, és utána az keresi, ennek a beadványnak a, a az a, a, a kor, ha úgy tetszik, akkor az Európai Unió kormányán belül keresi a helyét, hogy hol kell ezt majd leghatékonyabban, leghatékonyabban kezelni, ezért erről tájékoztattam az Európai Unió nagykövetségét, és tájékoztattam, tehát a bizottságnak a a képviseletét, és ők mindenben nagyon pozitívan álltak hozzá, elég magas szinten a politikai, nagykövetség politikai igazgatójával beszéltem, és minden segítséget megígért arra, hogy az alatt a még hátrévő két-három hét alatt, amíg a végleges beadvány elkészül, és az érintett eh, eh, EP képviselők ezt benyújtják, akkor annak a legsimább, a kivajazott útja, úgy, 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 úgy tudjunk, tudjunk, haladni, hogy leggyorsabban eljusson arra a pontra, ahol már várják, és ahol már előkészítették, vagy, el, vagy előkész, az első lépéseket meg, esetleg meg is tették annak érdekében, hogy a kérelem, a panasz, a kötelezettségi elj szegési eljárás kezdeményezésére eh, nagyon gyorsan tudjon reagálni az Európai Unió Bizottsága. Úgyhogy minden ilyen munka azért az sokkal komolyabb, vagy nagyobb, mint ahogy azért az első pillanatban az emberek átgondolják, de dolgozunk rajta. Talán az is kiderült ebből a válaszomból, eh, talán az is eh, eh, kiderült, hogy eh, Hát jó úton haladunk. De az is kiderült, hogy a mai nap még nem mondhatom azt, hogy mind a nyolc ellenzéki Európai Parlamenti képviselő már nyilatkozta és kiadta, hogy ő ebben értelemszerűen részt vesz, és ebben ezt közösen hajlandok beadni. De már nincs egyedül senki, aki ebbe azt nyilatkozta, hogyha kell akár egyedül is beadja, mert ezt rendkívül fontosnak tartja, és a következő pozitív mondatom az, hogy olyan sincs, aki még azt mondta, hogy ő ebben nem akar részt venni. Úgyhogy bár nagyon rövid már az az időtáv, ameddig még érdemes arra várni, hogy 80, a nyolc EP képviselő adja be, de ez ma még együttesen, annak lenne nyilván a leges, legnagyobb súlya, de ez ma még nem reménytelen, de szerintem e körben jövő hét csütörtökön de legközebb az azt követően, már végleges választ kell tudnom adni, akkor fogok, mielőtt föltennétek a kérdéseket, akkor fogok arra válaszolni, hogy a válaszom vagy egyszerű lesz, hogy mind a nyolcan adtánk be, vagy az, hogy ki az, aki elzárkózott, és ki az, aki részt vesz ennek a ennek a beadásának. Én ezt nem tartanám helyesnek, ha ebbe az előzetes tárgyalási szakaszban azt mondanám, hogy vele nehezebb, vele könnyebb, stb. Az pont egy falat húzna közém és az érintett parlamenti képviselők közé, mert akkor én már elmondtam, hogy ő túl lassan reagált erre, és ez nem szép dolog. Azt szeretném bejelenteni, ebben bízom, és ez ma még lehet, hogy így lesz, van komoly lehetőség erre, hogy természetesen mind a nyolcan, a különböző időben tudtak is foglalkozni, megkerestek, mennem kell, tárgyalok velük külön-külön, és tárgyalok velük, hogy teljesen képbe legyenek, ezért ez egy nagy felelősség Na, az egészében. Ezért ennek eltérő a a döntés meghozata a menazizusa. Egy ideig érdemes várni, mind a nyolc egy bizonyos után természetesen nem, de ma még megvan a lehetőség arra, hogy mind a nyolcan beadják, és miután egyértelműen beadásra kerül, ezért a háttérmunka az természetesen folyik, ez volt a képviseleti tárgyalásom, és eredményes volt mindenképpen, és maga a beadandó anyag az egyért formalizáltani szakértői kiegészítésekkel is egy komoly nagy munkát jelent. Úgyhogy ez a visszalére a válaszom, és akkor a következő kérdés, közben ezt visszaadom az alappontot, elnézéseteket kérem, hiszen most ugye ez a háttere annak, hogy a kérdéseket ugye csak a, az oldal követői, most már közel 72 ezeren vannak, csak a oldal követői tudnak föltenni, hát ez is elég nagy Köte, elég nagy tömeg, de úgy gondoltam, hogy igenis meg kell jeleníteni az, hogy aki rendszeresen itt van, képben van, az határozottabban tud föltenni kérdést, és úgy tud kérdést föltenni, hogy azért nagyjából már látta az előtte lévő folyamatokat hogy már, mi az, amit már megbeszéltük, mi az, amit már sokszor megbeszéltünk. A szuverintás védelmi törvényről kérdez engem, Szabó Ferenc Tamás, hogy Orbán végleg kinyírja a komplett ellenzéket, mit lehet ez ellen tenni? Orbán Viktor és bűnszervezetét el kell távolítani a magyar, ebben a, a, magyar hatalmi rendszerből. Ez egy bűnszervezet. A bűnszervezet, hát annyi jó hírem van, hogy az a társadalmi, történelmi tapasztalat, hogy a bűnszervezetek, ahogy a végük közeledik, egyre vadabb törvényeket hoznak. Ez a szuverenitás védelmi törvény is abba a kategóriába tartozik, ugye a, abba a kategóriába tartozik, amely már a legvadabb, legvadabb elemeket, elemeket hozza be, és hát igen, tehát miközben az a beadvány, amivel megyünk az Európai Unióhoz, az azt kívánja bizonyítani, hogy az Orbáni rendszer 2010 óta tudatosan fölépítette azt a média monopóliumot, és a közpénzeknek az egyre durvább, e, már nem csak a választási kampány van, hanem a választások közötti teljes időszakban is évente 100 milliárdos nagyságrendben fordít arra, arra folyamatosan forrásokat, hogy a kihasználva a média fölényét is, csak ugye az pénzbe kerül a meg, ennek a működtetése, hogy a magyar társadalomban az embereket megtéve. A Magyarország, hogy nem, ő nem egy kormányzás folytat, hanem egy propaganda kormányzást folytat Orbán Viktor és rendszere, és ezt erre kell, hogy ezt, ezt ebben a rendszerében fordítja meg. Most a beadvány az, hogy jöjjön ide az Európai Unió, legalább, ha lehet, legalább 6 hónappal a 2024-es választás előtt stopperórával és szakértőkkel. És nézze meg, hogy igaz-e az az állítás, amit egyébként látott, hogy ott torzulás van, az eddigi választásokon a választás napján jött el különböző létszámmal, és minden eddigi választásról adott uniós elemzés azt mutatta, hogy torz, e, a pá, ha úgy tetszik, akkor a pálya az Orbán Viktor rendszere felé lejt ugye az részében, hogy sokkal nagyobb a, a média megjelenése, sokkal nagyobb a finanszírozási háttere. De mi azt állítjuk, mármint, hogy én azt állítom, ez matematikailag is, hogy ez a nagyobb, ez nem úgy van, hogy 55-45% és az már egyébként torzít, hanem úgy, hogy 90-95% áll az 5%-kal szemben. Tehát a beadvány arról szól, hogy ilyen hihetetlen finanszírozási és meg propaganda fölénye van az államnak, és ezt úgy tudja biztosítani, hogy egy bűnszervezetnek ennyi pénz álljon rendelkezésre, hogy a magyar adófizetők közpénzét, illetve az Európai Unió korábban még folyósított támogatásait. Használta, eh, használta, föl erre. És akkor előáll egy törvényjavaslat, tehát tényleg a pofátlanságnak valóban tényleg nincsen már, tehát eh, nincs aránya, nem lehet azt mondani, hogy, hogy azért azt úgy sem meri megtenni, hogy előáll egy olyan szuverintási védelmi törvényel, amelyben azt próbálja bizonyítani, hogy miután itthon minden pénzt elvett az összes ellenzéki pártól, saját magát pedig meg tíz, meg húszszorozta a forrá, pénzügyi forrásáiban és a média megjelenéseiben is, azt mondja, hogy Hát nincs más lehetőség a magyar ellenzéknek, mint hogy egyébként pályázatokkal, vagy egyéb módon értsétek a pályázatokat, mert ugye nem csak a pártpropagandáról van itt szó, hanem az ellenzéki média felületnek, ahol magyar vállalatok nem mernek hirdetni. Mert abban a pillanatban megjelen náluk az APEC, ami az APEC, ma már a NAV. Ugye, megjelenhet náluk a NAV, tehát a hatóság emberei rászállnak, ezért nincsen más lehetősége, mondjuk a valóban független újságírónak leg, egyébként elsősorban a online felületen, nincs más, mint hogy külföldön olyan pályázatokon induljon, ahol a külföldi alapok a demokrácia érdekében, ott, ahol demokrácia deficit van, tehát hiány van demokráciával, ott elő kell állniuk egy javaslattal, egy, egy elképzeléssel, hogy ilyen típusú kutatásokat akarnak meg, elvégezni, azt publikálni, és ezért pályázati és egyéb pénzekre tesznek Szert. A választások esetében és külföldön élő magyarságban azért van olyan, akit a szintén százmilliárdos nagyságrendet fordít, vagy milliárdos, sok tízmilliárdos nagyságrendet fordít az Orbáni rendszer, mondjuk az amerikai lobbizásra, hogy ott te azt mutassa be, hogy itthon milyen, minden milyen szép, és ez mind Orbán Viktornak köszönhető. De azért vannak értelmes külföldön élő magyarok is, akik látják, hogy ez nem így van, hogy ez hazudik. Ez az ember Magyarországon nem demokráciát épít, hanem a demokráciát nem felszámolásán dolgozik, azt már fölszámolta. Tehát azon túl van egy nyílt diktatúrát alkalmaz. Ja. És azok azt mondták, hogy nem baj, de akkor valamilyen forrást gyűjtünk, és azzal támogatjuk a hazai ellenzéki mozgalmakat. Na, a szuveréniség törvénynek az egyik fő célja, hogy ez bűncselekménynek minősítse. Tehát, hogyha valaki politikai, Tevékenységében, amelyben forráshoz kell jutnia, hogy fel tudja kutatni azokat a visszaéléseket, amiket mondjuk a kormány végez. Ha emiatt külföldön pályázik és külföldről pénzt kap, azt mondjuk bűncselekménynek is és nyilvánítsa. Sok más is van ebben a törvényben, de, de ezen a példán keresztül lehet bemutatni, hogy ez az aljasság teteje. A kérdés az, hogy mit lehet ezzel tenni, és hogy kinyírja ezzel a komplet ellenzéket, azért nem nyírja ki. Tehát addig, ameddig engem itt láttok csütörtök esténként, vagy közben, addig én úgy gondolom, hogy a magyarországi ellenzéknek, és az a nagy problémám, nagyon sokszor mondom el nektek ebben az előadásban, hogy én azt nem egy harmadik félnek tekintem. Hanem amikor fölteszít a kérdést, hogy mit csinál az ellenzék, akkor én rendre ezekben az adásaimban azt a hogy te mit csinálsz. Mert nincs harmadik fél ellenzék. Van a kormány és a kormány lekötelezetjei, megvásároltjai, vagy megzsaroltjai, akik ott vannak a, korma, a politikám a kormányi rendszer mellett. Vannak azok, akik egyszerűen elzárkóznak mindentől, de voltak éppen Orbán Viktor támogatják ezzel, mert azt mondják, hogy ők apolitikusak, de erről ugye volt egy külön bejelentkezésem a múlt héten, hogy a magyar társadalom az osztja az Orbáni rendszernek a felelősségét, tehát ha kivisz minket az Unióból, akkor nem csak a Orbán Viktor támogató, szavazó tábor fogja kivinni az Unióból, hanem akik otthon maradtak, mert úgy gondolták, hogy ők nem akarnak a politikával foglalkozni, osztják a sorsot, kiviszi őket az Unióból, és belépteti az orosz érdekszférába. És sajnos minket is ha hagyjuk, az, az ellenzéket, amik ti vagytok, nem egy harmadik személy. És akkor ezért szoktam visszakérdezni, hogy te mit csinált? Te beléptél már valamelyik pártba? Vállaltál már ott valami feladatot? Tehát, hogy ne, ne egy külső, egy, egy olyan, mert tőlem függetlenül lenne, létezne, valakik létrehoztak valami ellenzéket, és hogy annak van egy kötelezettség az én sorsomat segíteni. Nem. A mi sorsunkat nekünk kell segíteni, mert mi vagyunk az ellenzék, és az csak egy formáció, hogy ebben az ellenzékben mi egy politikai párton belül tesszük ezt, vagy azon kívül, kívül tesszük, vagy valamilyen más moron íróként, művészként, vagy gondoljatok bele, Bródi Jánosban, aki ezeket a társadalmi folyamatokat dalaiban folyamatosan megszólaltatja, és ezért a magyar közmédiában, médiában nem tud megjelenni. A Brody koncertek mindig telt házasok, de soha egyetlen egy magyar hirdet, vagy egy magyar hirdetője szponzora nincs. Egyetlen egy fellépésének sem, mert ezt a, fel, ezt a e, 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 e senki nem meri vállalni. De olyan, olyan ellenzékből kellene mindenkinek a magyar a maga területén, köztetek ennek a 72 ezer követőinek az oldalnak, de alkalmanként 2 háromszáz ezeren nézitek, nem egyszer már félmillióan, én az oldalra, olyan ellenzék kellene, mint Bródi János. Nem párttag, nem lépett be valahova, hanem neki egy nagyon komoly tudása, fegyvere van, és azt mondta, hogy nem baj, nem érdekli, hogyha a rádióban ezért nem szerepel, a tévében nem tud szerepelni, ugye tév, e, e, nem tud szerepelni, De nagyon gondolkodott bele, hogy nem tud szerepelni az ár ben sem. Tehát amire úgy gondoljuk, hogy talán az az ellenzéknek a televíziós megjelenése, Bródi Ancsit, nem hallottátok ott föllépni, nem az atv sem tudott közvetítést adni mondjuk, az én minden évben van Bródi Jánosnak a sportcsarnokban egy, egy, teltházas koncertje, amit saját maga saját maga rendez meg. Tehát, hogy nincs azt mondta, hogy nem érdekel, ő nem akarja tudomásul venni, elfogadni azt a közeget, azt a kultúr közeget, amit nagy nagy János és Orbán Viktor kínál az ő számára, és ő egy ellenzék, és ti is ellenzéknek kellene lenni. Nem lehet tönkretenni, mert azért ott vagyunk mi, és azért én minden évben figyelem, kétszer van a klubrádióban, aki ugyanabban a helyzetben van rádióként, mint mondjuk Bródi János művészként, hogy bizony minden fél évben egy fél éves gyűjtési akciót folytat a klub rádió, és ott bizony minden évben a fél éves büdzséjét, amely nem nem pazarló, nem egy óriás, óriási összeg, de nem egy-két millió forint, hanem olyan 150 millió forintos nagyságrendből tud 24 órán keresztül, és a hét minden napján az interneten, az egész országban és külföldön is. Elérhetően adni, azt mi, ti adjátok össze, én is rendszeresen, és remélem, hogy közüllektek is mondjuk nagyon sokan. Tehát azért lehet ilyen szuverenátás védelmi retteneteket Orbán Viktornak létrehozni, okoz nehézséget, tehát okoz vele nehézséget. Természetesen Orbán Viktor tudja, hogy az Európai Unióban ilyen törvényt nem lehetne létrehozni, azt is tudja, hogy ez ismét azt fog jelenteni, hogy egy közbeszerzési, egy köz... Na, nem közbeszerzési, hanem, hanem egy kötelezettség, szegési eljárást fog indítani az Európai Unió vele szemben, amivel el fog kezdeni vitatkozni, és valahol három-négy év múlva ezt a törvényt ezt meg kell szüntetnie, de addig hatályban van. És abban bízik, hogy addig ellehetetlenülnek online felületek, sokkal kevesebb energiájuk lesz, lesz feltárni olyan, olyan tevékenységet, amit az Orbáni rendszer végez. Jövő héten föl fogom rá ívni, a figyelmet, most nem akarom rosszul mondani, hogy a 444 vagy az átlátszónak most jelent meg egy ilyen valótlan, egy ilyen másfél órás adása, hogy hogy működik az Orbáni rendszernek, Akire azt szokták mondani, hogy nincs diktatúra, mondják sokan, főleg a Fideszesek, nincs diktatúra, mert nem zárják börtönben az illetőket, de ott bemutatják, hogy hogyan egy orváni gépezet, Közpénzből, a tv 2 vel az összes közszolgálati televízióval, minden média szabályt megszegve. Hogy hogyan csinál karak olyan karaktergyilkosságokat, ami nem csak azt jelenti, hogy rossz embernek mutat be valakit, csak hogy félrejét, hanem el azt a munkavégzést, amit addig végzett és amire mondjuk egyetemre járt, és ami egyetemen tanult, mert a szakmájában olyan helyzetet hoz, olyat mondanak, mondanak el róla, hogyha mondjuk egyébként nőgyógyász, és a szüli, vagy szülésznőgyógyász, nőgyógyász, és azt mondják, hogy a, a, a gyerekek meghaltak a keze, kezei között, mert rosszul végezte, nem mondom el, kiről van szó, szóval én nem szeretném ezt teljesíteni, de onnantól kezdve hát nagyon kevesen mernek hozzá hozzáfordulni ebben a a, a, a saját munkateretén is, tehát az ajasságnak a teteje, és hát a bíróságok még a legtöbb esetben ezért lehetett bemutatni, hogy ezek minden alapot nélkülöztek, de ettől még a hírcsatornán, a Tv2-ben, a, a, a Magyar Egyen, a, a Duna-TV-ben, stb., a, ameddig a bíróság ki nem mondta hogy ebből egyetlen szó sem igaz, addig tényként árasztották minden irányból a, tár, a társa, társadalom felé. Úgyhogy hát ezzel kell együtt, ebben a pillanatban együtt élnünk, de figyelni kell erre, és azt gondolom, hogy ennek ellenére van lehetőség arra, hogy az Orbáni rendszertől, és nem 2026-ban, hanem sokkal gyorsabban, a magyar társadalom megszabadítson bennünket, beleértve magamat, tehát hogy mi megszabadítsuk magunkat, így a, hely, így, a helyes, így a helyes fogalmazás. Erre ma még van lehetőség, ezt nagyon sokszor mondtam már el, hogy én leghatározottabban a matematikai véleményem is, hogy a társadalomnak a többsége, tehát már döntő többsége az orbáni rendszer leváltását tartaná Indokoltnak. Tehát a, az egész éve. A harag mértéke is, ahogy haragszunk erre a bűnszervezetre, az is megvan már azon a szinten, ami föl kellene állni a föl kellene állni a sámliról, padról, székből, stb. és elsöpörni ezt, a kormányt. Ami nincs meg, amit ebben a média fölényel Orbáni rendszerben Orbán Viktor bűnszervezetével az elmúlt 10 néhány évben eddig nagyon sikeresen hajtott végre, és amivel szemben megy a mi szeptember 25-e akciónk, hogy mindenki külön-külön van. Össze, egymással összeveszítette az őt kritizáló szervezeteket, vagy azt mondta a civileknek, hogy csak nem akartok ilyen ellenzéki politikusokkal együtt felépni, az ellenzéki politikusoknak meg azt, hogy ezek a civil szervezetek alkalmatlanok, meg egymással sem állnak szóba, tehát mindenkit szétválasztott egymástól, és neki külön-külön, egyszerű a helyzetem, mert a közpénzekkel, az emberek megtévesztésével, százezrek megvásárlásával. Elért egy olyan kritikus tömeget, és ehhez alakította ki a választási törvényt, hogy aki megnyeri, egy, mindegy, hogy 25%-kal, 28%-kal megnyer egy körzetet, úgymond a győztes egyfordulóba mindent visz. És neki ezért nem kell elérnie 50%-okat országos szinten, se egyes választási körzetekben is, sem ne, nem kell elérnie, mindent visszagyőztes, ezt elérte, és ahhoz a közpénzek százmilliárdjaival az emberek megtévesztésével kialakította azt a szorosan összetartó, akár tudatosan összetartó, akár kényszerből összetartó közösséget, ami a Fidesz mögött áll, és neki az a lényeges, hogy a második legerősebb erő is ennél lényegesen kisebb tömeget fogla, fogalmazzon meg, és akkor külön-külön szépen elindultak, és Orbán én csak a hát Márkizaj Pétertől hallottam talán a tegnap egy előadásán, ahol mondta, hogy ha nem vál, és igazat mondod, ha nem sikerül közösen fellépnie a magyar társadalomnak, Orbán Viktor rendszere ellen, akkor minden választás van csak az a kérdés, önkormányzati, unió, stb., hogy ki lesz a második. Mert az első helyben kialakította azt a választási rendszert, és azt a megosztását a vele szemben indulóknak, azt a megosztási rendszerét, amelyben az első az ő, ennyi embert már megvásárolt, illetve megtévesztett, illetve megzsarolt, és ezzel a tömmel, a győztes minden vit választási szabályjal, az első hely az el van foglalva. Hát ezzel szemben kell közösen fellépnünk is Sándor kérdezi, hogy úgy tudom, hogy a kormánynak 2025-ig átfogó nyugdíj reformot kell végrehajtania. Lehet erről valami konkrétumot tudni. Konkrétan a korengedélyes, korengedményes nyugdíjba vonulás visszaállítására gondol, mivel a többi országban ez lehetőség. Most is adott csak tálunk, nem? Hát ebben várja a válaszomat. Eh. Az életpályám egy elég hosszú szakaszában a társadalombiztosítás és nyugdíjrendszerrel nagyon mélyen foglalkoztam Magyarországon is, nemzetközi részen is. Tehát nem mondhatom, hogy nem, egy, nem, egy, nem a szakterületem. De az igaz, hogy a ma konkrétan mit főznek, melyik fazékban és hogyan. Tehát a részében arra már kevesebb lehetőségem volt az elmúlt években de azért azt elég határozottan merem állítani, tehát az észébe, hogy ha kellene, ha nem, tehát ha volna olyan előírás az Unióban, egy olyan vállalásunk az Unióban, hogy mondjuk 2025-ig átfogó nyugdíjreformot fogunk végrehajtani, a Orbán kormány nem fog. Csak legfeljebb majd betesz egy papírt, amire azt mondja, hogyha van ilyen előírása, amire azt mondja, hogy ez az ő átfogó nyugdíjreformja. A Orbáni rendszer a nyugdíjasainkat, a magyarországi nyugdíjas társadalmat minden korábbi kormánynál messze magasabb szinten kifosztotta. Kifoszott ezt. Nagyon sokszor mutattam menetek, amit most mondok. Ez egy szakmai, ez egy az én, én határozott véleményem és szakmai állításom. Hogy több mint kettő havi nyugdíjjal, inkább már a háromhoz közeledik, durván a 25%-ot közelíti. Azt, amivel ma minden nyugdíjasnak magasabb lenne a nyugdíja, mint amennyi ebben a pillanatban, mint amennyi nyugdíjat kap ha Orbán a háttérben nem fosztotta volna ki a nyugdíjasokat, és itt nem csak azt a példátlan esetet mondom, ami a 3000 milliárdnyi magányugdíj megtakarítások egyszerű vagyon elkobzását jelentette, ami egyébként megkérdezték volna tőlem körábban, azt mondom, ez képtelenség. Az Európai Unióban ez nem lehetséges ez csak egy Orbáni alkotmánybírósággal közösen, és egy nem megfelelő ellen, társadalmi ellenállásra, ami egy hazugságra is épült, hiszen Orbán Viktorék, és akkor talán emlékeztek ott Gabriellára, mindjárt mondom a nevét, Mindegy, a, az egész évben, ahogy folyamatosan ö, zsarolták egyrészt az embereket, másrészt azt mondták, hogy nem, az a kormánynál lesz jó helyen az a pénz, és lesz egyéni nyugdíjszámla. Tehát most beadjátok, és majd mi hamarosan egy saját nyugdíjszámlátokra jegyzünk el. Magyarul az elstand, az elvétel megtörtént, és ma már szó sincs az egyéni nyugdíjszámlákról. Tehát ilyen nincsen. A másik részére is szeretnék mondani, hogy vannak korengedményes nyugdíjak. Tehát én nem tudom a, a, a Sándornak a áttér információit. a koreányok nyugdíjak döntő többségét megszüntette Orbán Viktor, és a saját elképzelései szerint bizonyos eseteket bevezetett. Hát, ha itt tetszik, akkor a 40 éves munkaviszony után a, 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 a munkaviszony után a nők elmehetnek nyugdíjban, az egy tömeges, korengedményes nyugdíj. Tehát azért az az állítás, hogy a többi országban van nálunk, meg erre nincs lehetőség, ez így nem. Orbán Viktor, a korengedményes nyugdíjaknak nagyon széles körét, fegyveres testületeknél, bányászoknál, tehát nagyon sok területen megszüntette, és ekés egy, egy, egy bizonyos körben a politikai érdekeinek, vagy hazugságnak megfelelően pedig bevezetett. De vannak azért speciális területek, ahol még van korengedményes nyugdíj bevonulás lehetősége, meg most is van olyan, hogy valamelyik korábban elmehetsz, akkor a nyugdíj, ha megvan egyébként a kellő szolgált idő, de valószínűleg a kiinduló nyugdíjad alacsonyabb lesz, tehát hogy vannak, vannak ma is ilyen lehetőségek. De egyértelműen az Orbáni rendszer a nyugdíjas társadalmat nem csak a számítás oldaláról fosztotta ki, mondom, közel 20-25 százalékkal, hogy megváltoztatta a nyugdíj számítási módszerét, többek között, hogy egy törvényt alkotott, egy eh, talán egy év kivételével, talán az idei lesz az első, vagy az igen, talán az idei lesz az első év, amikor már nem számolt rá, de, be kell, de nagyjából be kell eh, tartania. Eh, de ugye a, a, a törvényben, a saját törvényében is azt mondta ki, hogy... Eh, a, a, törvény egyik szövege az, hogy a nyugdíjnak az infláció értékével megegyezően a nyugdíjat fel kell emelni, majd a végrehajtási szabályait úgy, úgy, úgy alkotta meg, tehát a vége, ennek, ennek az inflációs elemnek a végrehajtás szabályait is, hogy majd ő valamikor novemberben, vagy, illetve novembert megelőzően Becsli a kormány, hogy mennyi lesz év végéig az infláció, és arra kiigazítja az év elejéről minden évben alul becsült inflációt. Tehát, hogy a, amióta ezt bevezette, minden évben a költségvetésben azt jelentette be, hogy az infláció lesz mondjuk 4%, de biztos volt, hogy 6 lesz, 10, 15% de idén 18 lesz. Tehát ugye, akkor egész évben a nyugdíjasok... Egész évben a nyugdíjasok finanszírozták, mert kevesebbet kaptak, és utána ősszel csinál egy kiigazítás, de még egyszer sem igazította ki úgy, hogy mi lesz a várható inflációs érték december 31-én hogy ott a, a pótlást, amit berakott, az mindig kevesebb volt, mint ahogy december 31-én tényleg lett a nyugdíjas, és azt már a törvény, a végrehajtási szabálya nem mondta azt, hogy amikor februárban megtudjuk, hogy mi volt a tényleges, akkor azt a különbözetet megint meg kéne kapni a nyugdíjasoknak. Úgyhogy a sajátját sem tartotta be, de egyébként az idei év kivételével minden évben azáltal, hogy kiesett belőle, hogy a nyugdíjasoknak is követniük kell a társadalomban a ha a jövedelem növekedése miatt a társadalom életszínvonal növekszik, akkor a nyugdíjasok is érezzék, hogy ez az életszínvonal tartják a, ez a svájci ingesztállás, tartják a saját életüket, ugye a saját életszínvonalukat, Ugye ebbe a e, körbe, e, körbe tartozóan ezt megszüntette, és csak az inflációt figyelte, amíg a korábbi szabályozás fél, e, a nyugdíj emelésnek a felét az inflációhoz igazította, a másik felét pedig egy ilyen sírnevet alapon e, az, a béreknek az e, alakulásához, amin az idei kivételével minden évben veszítettek a nyugdíjasok. Így veszítettek már 2010 óta közel 25%-ot. Idén miután a reálbérek nem fognak emelkedni, ezért ez a megoldás feltetően a nyugdíjasoknak pár tized százalék plusz jelent ez a változtatás. Úgyhogy ennyit tudok a nyugdíjrendszer várható dolga, dolgairól mondani, de azt az összámot szerettem, azt kifelejtettem, és azt nagyon fontosnak tartom, hogy mindig, amikor az én szakértői tudományos munkámban mindig úgy dolgozom, hogy azért keressük meg azt az alapot, amelyik az igazságra legjobban rámutat. És ha valaki megnézi, akkor Magyarországon 2010-ben, mikor Orbán Viktor átvette, átvette a kormány feletti hatalmat, illetve a bűnszervezetével átvették a hatalmat, akkor 3,6 3,5 millió ember kapott nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátást, egyébként ilyenek, ilyen, ebbe a kőbe tartozott a rokkan nyugdíj, vagy ebbe a kőbe tartozott a korengedményes, korengedményes er, nyugdíjrendszer is, az 3,5-3,6 millió ember kapta. Az elmúlt évben, és ez folyamatosan mindig csökkent, az, az elmúlt évben már csak 2,6 millió. Hát azért a 3,5 és, és a 2,6 millió között 900 ezer emberrel csökkent az, akinek a magyar társadalomban a magyar kormány nyugdíjat fizet. És közben egyébként kifosztva kevesebbet fizet, mint korábban fizet, fizetett volna. Ez egy tényszám. Tehát a, a főtés az a megalapozása Sándornak a kérdésének, hogy itt az, az Orbáni rendszer itt durva visszaéléseket hajtott végre, na ez az egy szám egy, ez az egy szám mutatja. 900 ezer emberrel, amely körülbelül a 25 a voltak korábbinak, ma 75 nyi ember kap nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást Magyarországon, mint amikor Orbán, Orbán, Viktor hátulról, úgy, hogy a propagandagépezete ezt a részét eltitkolta, sőt azt mondta, hogy egyedül én védem meg a nyugdíjatokat, közben a nyugdíjasok egynegyedétől elvette a nyugdíjat, a től meg körülbelül azóta elvette egy 25%-nyi nyugdíjavonulást. Tehát, hogy jó volt a kérdés, hát értelmszerű volt, és akkor ide jön egy másik szám is, csak egy hát bonyolultabb az előzőnél, de nem annyira bonyolult, hogy azt is lehet látni, hogy a nyugdíjra fordított összeg, és attól függ, attól függ, hogy folyamatos infláció volt, stb. az egész éve a nyugdíjra fordított összeg is csökkent ebben az időszakban. Tehát nem az volt, hogy Orbán Viktor nagyvonalan bánta a nyugdíjasokkal, mert azt nagyon fontosnak tartotta, és egyre nagyobb hányadot fordított a nemzeti ösztermékből, a költségvetés bevételéből, a nyugdíjas társadalom magasabb életszínvonalára, hanem folyamatosan az inflációtól függetlenül is folyamatosan kevesebbet fordított rá. Ez az összegző szám is, ami ott van a költségvetési soron, ez az összegző szám is egyértelműen mutatja, hogy az Orbáni rendszer a nyugdíjasainkat kifosztja. Kozmánné Klára kérd, Márfi Klára kérdezi, hogy jó estét kell mindenkinek. Szeretnék kérdezni, hogy majd megtudhatjuk-e, kik nem írták alá a Berdványt. Szerintem ez jó lenne tudni, hogy kiket ne támogassunk a szavazatukkal. <kül> azt, hogy kit fogsz támogatni a szavazattal, és azt milyen ellenzéki magatartásra fogja alapozni, majd mondjuk akár már a önkormányzati, akár a akár az Európai Uniós választáson, vagy 2026-ban, még akkor is Orbán Viktor lesz hatalmon, az azt gondolom, hogy azt azért több tényezőre kell építeni. Tehát én ma azt mondom, hogy annak van nagyon komoly esélye, hogy minden nyolcan ott lesznek. Tehát ott lesznek, akik ebben, ebben részt vesznek. Tehát, hogy ezt az elején el próbáltam elmondani. Tehát, hogy ez nem lesz egy motivációs elem a szavazáson. Ha valakik nem vesznek benne részt, akkor azt majd mindenki maga döntse el. Én értettem a kérdést, hogy ez mennyire súlyos hibának tartja. Hát én egyébként eléggé, de hogy ahhoz is elég súlyos hibának tartja, -e, hogy mondjuk ez a szavazat leadását, leadásátban meghatározó elemként tartja-e, azt azért Szerintem mindenkinek, mindenkinek mérlegelnie kell. Tehát én nem szeretném ezt egyfajta zsarolás, zsarolás szintű nyomásgyakorlásra használni. De hogy ez a magyar ellenzéki körnek egy kiemelten fontos kérdés, és nincsen benne semmi olyan reális, eddig nem hangzott el ok, ami miatt bármelyik ellenzéki parlamenti párt, de akinek például van -e EP képviselője, vagy valamely, bármelyik ellenzéki EP képviselőnél megalapozná azt, hogy ebben ne vegyen részt, azt, ha nem teszi, akkor az szerintem tévedés. Tehát mindenképpen tévedés, és hát a tévedésnek a konzekvenciáját is persze azért, azért számolni kell. A konkrét kérdésre már ma válaszoltam, de most megválaszolom még egyszer. Ha lesz olyan, aki nem írta alá, és valószínűleg még ebben a hónapban, de legkésőbb december első hetében beadásra kerül. Akkor ugye nem vártunk tovább rá. És akkor beadtuk, és hogy kik azok, akik beadták, azt nyilvánosságra fogjuk hozni. És hát miután nyolcan vannak, és hogyha nem 8 lesz ez a szám, hanem öt, akkor mindenki tudni fogja, hogy ki az a három, aki nem adta be, aki nem állt, nem állt mellé, vagy kettő, vagy négy. Ugye a, 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 az egész környezetében, akkor azt nyilván mindenki tudni fogja, és szeretem a pozitív megközelítést. Tehát azt be fogom jelenteni, és ez egy belátható időn belül látni fogjátok, tehát ez a kérdés a válasz, hogy kik azok, akik aláírták. És e, e, Klárának az a válaszom, hogy utána nekik kell megnézni, hogy kik nem de én a pozitív folyamatot, én azokat az ellenzéki parlamenti képviselőket és a mögöttük lévő pártokat szeretném pozitívnak bemutatni, akik egy ilyen fontos társadalmi kérdésben jól döntöttek és részt vettek benne. Novák István kérdezi, hogy mindjárt látom, hogy Túró Dóra, Bigel László mi jön még. A, megpróbálom megfejteni a kérdést az ennél kicsit pontosabbnak jobban ö, örülnék, de természetesen érzékelem Tehát, ö, ö, kérem, hogy István ne vegye ez negatívnak, mert de azért eltérő személye, a Biga László egy eltérő, durodóra személye e, egyszerűen tapasztaltam egyre kevesebben de tapasztaltam az, ennek az oldalnak, ugye a kérdések mindig csütörtökön vannak, 2022 óta, amikor ugye a Mi Azánk mozgalom az bejutott a parlamentben is, és önmagát ellenzéki pártnak tekinti, hogy nagyon sokan hallgatjátok és nézitek, az én követőim, az oldalam nézői közül, nagyon sokan úgy tették fel a kérdést, vagy úgy szóltak hozzá, hogy mit szólok a mi hazák mozgalomhoz, mert ők benne látják azt a, azt a dinamikát, azt a megszólalási erőt, azt a kommunikációs határozottságot, amelyben megfogalmazzák az Orbáni rendszerrel való szembenállásukat, és ezért ez az ő számukra szimpatikus. Én akkor is elmondtam, hogy én azt a kevés időt, amit veletek vagyok, és amit nektek szeretnénk mutatni, az, mint az előző kérdés, hogy azt mondtam, azt szeretném bemutatni, hogy kik azok, akik hozzáálltak egy témához, és alkottak, és segítik te neked társadalmi folyamatot, és a nemet azt ebből le lehet vonni, le lehet vonni az elközi. Én nem akarok foglalkozni tartósan, mondjuk a durodóra, azt hiszem ő a alelnöke a Mi Hazánk Mozgalomnak, a Mi Hazánk Mozgalommal és Dúró Dórával. Ez a szervezet, tehát nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni. De ha a szemüveget az emberek fölveszik, akkor az egyik elemet, lehet egyébként nem a legfontosabb, de az egyik eleme, hogy Orbán Viktor a Fidesz oldalán kell tekinteni. Tehát ha a beszélgetünk egy új ellenzéki kerekasztalon, ahol az ellenzék, egy valós ellenzék, és a Kormány bűnszervezetének a része üldögél a túloldalon. Ha oda hajlandó, ezt majd esetleg le tudtuk kényszeríteni, Orván Viktort és a Fidesz-KDNP szervezetét, akkor az én meggyőződésem szerint a mi azánk mozgalomnak van magyarországi bázisa, tehát egy, ellen, egy kerekasztalnál van helye. De Orbán Viktor mellett. Tehát ezt kell megérteni. Orbán Viktor mellett van helye. És ennek látjátok a kevésbé vagy az egyre durvább pontjait is. Tehát, amikor, a, amikor létrehoz egy, egy szégyenteljes, egy betarthatatlan, egy a, a kultúrának ellentmondó, az emberi jogoknak minden szempontból ellentmondó, és pofátlan módon mondjuk gyermekvédelmi törvénynek nevező, Törvényt létrehoz Orbán Viktor, a hiszébe, és nem elég vadul hajtja azt végre, akkor jön dúló-dóra az ő partnere, és szól neki, hogy és akkor hol kell neked valamit, hol tegyél valamit, mert én elméletileg ellenzék vagyok, ezért én nem tudom utasítani, mondjuk a Nemzeti Múzeum igazgatóját, nem tudom utasítani, hogy a te szörnyű törvényedet tartassa be. Ha, az egészébe, és akkor szóló Csák Jánosnak, aki abban a másodpercben, ahogy Dúró Dórával az ő valóságban lévő partnerével beszél, mert az az ő támogatottság, az az ő háttere, az az ő plusza, az az ő puffere az ellenzékinek nevezett oldalon, abban a pillanatban kiszolgálja, mert arra számol, hogy az Orbáni rendszernek lévén egy oldalon vannak, szüksége van arra a támogatói oldalra, amit a mi hazánk mozgalom mögött van. Tehát az abban, abban, a támogatói körben is. Vannak ott becsületes emberek, de ők megtévesztettek mind a Fidesz támogatói körben is vannak becsületes emberek, de azok, akiket megtévesztett, az a 95%-os Fidesz propaganda. Ugye sokszor elmondta, elmondtam ezt ez azért, mert nem annyira egyszerű, ezért ismétlen mindig meg, hogy a matematikában, de nem csak a matematikában, ez nem egy ijesztő vonat, hanem a, ez a valóság, tehát a, a valóságban. Ha valakinek 90%-os túlsúlya van mondjuk a média területén, akkor arra azt lehet mondani, hogy kizárólagos súlya van. És ez igaz állítás, ez nem egy, nem egy, nem igaz, hát ott van még az a 10 Nem, a fontos ügyekben nincs ott a 10 Mert a 90 százalékkal a 10 százaléknak a mondandóját is meg tudja hamisítani. Tehát amikor, és ugye erről szólt mondjuk a 2022-es választás. Amikor kritizáló, semleges dolgokról beszél a klubrádió, vagy a ellenzéki pártok, ugye beszéltek az előválasztás után, Ukrajnáról, stb. Abba, akkor aznak adott egy teret. Amikor a választáson szüksége volt, akkor a 90%-kal az ellenzéki tábort elbizonytalanította, a saját táborát meg mozgósította, mert ráhazudta 500 kesma médiából, a kosut rádióból, rádiókból, televíziókból, TV2-ből, sportműsorok egyperces bejátszásaiból. Azt mondta, hogy az ellenzék háborúba viszi, háborúba viszi Magyarországot. És már kint voltak Ukrajnába, ugye ezt nagyon sokszor elmondta, tárgyaltak is Zelenszki elnökkel, és bevezetik a köz, köte, ahogy hatalomra kerülnek a választáson, bevezetik a a, katonai, kötelező katonai szolgálatot, és már is beállnak Ukrajna mellett Oroszországgal szemben az ukrajnai háborúba. És ezzel a saját táborukat, aki ott mozgósította, az ellenzéki oldal táborának pedig az egyharmada otthon maradt, mert azt mondta, hogy nem szeretem Orbán Viktor, az ellenzéknek részt vettem az előválasztáson, aktív voltam, bizakodtam, Na de a gyerekemet, férjemet, apámat azt ne vigyék háborúba. Tehát a 90%-os média túlsúly és a 20-szoros korlátlan, ha úgy tetszik, finanszírozási túlsúly az kizárólagos lehetőség, lehetőséget, lehetőséget biztosít. És hát ebben a területben, mondom, a mi azánk mozgalomnak a másik jellemzője, ezt is sokszor mondtam, hogy ő az, ez ilyen szélsőséges politikai erő mindig azon az elve működik, hogy saját maga 51%-ot szinte soha nem fog szerezni, de ha baj van a világban, már pedig van energiaválság, van Ukrajna háború, van az észében, ha baj van a világban, vagy valahol lát olyan Elkötelezett embereket, akiket mondjuk nem világosítottak föl, hogy a homoszexualitás az nem bűn, hanem másság, és annak született, és az ugyanolyan emberi jog, mint hogy az én jogom, hogy én heteroszexuális vagyok, az ő joga meg az, hogy mert úgy született annak a génjei, hogy ő meg homoszexuális vagy biszexuális legyen. Tehát ugye, akik ezt a részét nem értik, de sikerült egy propagandával ellenséget látniuk egy körben, akkor azt látják, hogy az ő szavazatukat meg tudják szerezni. És ugyanilyen volt az a, a Covid-járvány idején a, az oltás ellenesség, ami azt mondta, hogy minden parlamenti párt azt mondta, minden rajtuk kívül, ugye, hogy, hogy, kell az oltás, mert meg kell védenünk az ismeretlennel szemben magunkat, de leginkább a velünk szembejövőt, az apáinkat, az idős embereket, és meg kell védenem nem csak magamat, hanem a másik fiatalnak a nagymamáját is meg kell védenem. És hogyha én nem oltatom be magam, akkor én túlélem, de megfertőztem az ő nagymamáját, és meghalt. És tíz és tízezrek meg is halt de ebben a pillanatban, hogy is a mi az mozgalmak, az volt a lényeges része, hogy a társadalomban elkötelezetten, félelemben egy új ismeretlen oltástól van egy 10-15-20 százalék, aki azt mondja, hogy nem ez az én testem, az én akaratom ellenére engem ne oltsanak be, ne oltsanak be és azt mondta, hát akkor ezen a kérdésben egyedül vagyok, akkor ezeket behúzom mert ha ezt egyedül én mondom, és ők félnek, akkor a választáson rám fognak szavazni. És bejött, így került be a mi az ánk mozgalom, így került be a 2022-ben a parlamentben. A szélsőséges ilyen típus volt egy párt, na az a lényeg, hogy keresik a témát, nem lérdekes arra azt mondják, hogy baj van, esetleg tényleg baj van, azt mondják, hogy csak ők azt meg tudják oldani. Nem tudják megoldani, és pontosan tudják, hogy nem tudják megoldani, de lényegtelen, mert a bajban lévő emberek, a bajban lévő emberek azt mondják, hogy ő legalább azt mondja, hogy meg fogja oldani az én gondomat, és meg fog engem menekíteni. A nem is tudja tudni megcsinálni, de legalább ezt mondja, és ráadom a szavazatot, és így bejut a parlamentbe. Ezek az emberek nem tisztességesek, ezek nem demokratikusak, az azért leghatározottabb. Ez egy duró dólar, és az, a, a jelen kérdés szempontjából a, a legfontosabb, hogy például ezben a terület most nagyon jól mutatja az összhangját, a partnerségi, a partnershipségi viszonyt a Fidesz-KDNP-vel. Miguel Ászó esetében <laughs> Nagyon sok olyan eljárás folytattak vele szemben, ahol azért én nem látok minden dokumentumot át, de azért azt igen, hogy még mi szokott megmozdítani mondjuk navot, hatóságot, stb. ezen a területen, hogy azt mondják, hogy azért például akinek érdeke, az szólaljon föl, azt tegyen feljelent, és azt próbálja meg bizonyítani, hogy mondjuk a péti nitrogén művek esetében voltak-e olyan jogi eljárások, vagy visszaélések, amely mondjuk megkárosította például a magyar államot, vagy megkárosította a gazdákat de az az eljárási rend, ahogy vele szemben eljártak, az nem megengedett. Tehát azért azt lehet látni. De igen, ez az Orbáni rendszer vadsága. Tehát nem látva a dokumentumokat, nem kért fel, mint szakértőt, hogy nézzem meg és segítsem az ő védekezésének a védelmét, és ezért nem tehát ezért, hogy abban milyen igazságtartalmak, vagy milyenek nem voltak, azt nem tudom. De azt egyébként el kell nektek mondanom, tehát az, az egy teljesen egyértelmű, a világ minden demokratikus országában éppen azért, hogy nehogy egy ártatlan embert az üzleti életben megpróbáljanak el lehetetleníteni, minden adóeljárás, az adózással kapcsolatos eljárásban az eljárás ténye is titok. Nye? Márpedig ehhez képest mondjuk Bigelászóval szemben a NAV, a NAV rendőrségével kivonult, letartóztatta, vagyis eh, -e, meggyan meggyanúsította a a a az egész eh, környezet tekintve, hogy mindenki lássa, és azt mondta az egész médiakörnyezet és a kormányzati környezet, hogy noveljárás van vele szemben, méghozzá feljelentés van vele szemben, és ő bűnös, tehát, hogy Miguel Aszló, azért ő egy egy meghatározó gazdasági erővel jelent rendelkező vállalkozás, a Péti Nitro Művek tulajdonosaként, de attól, hogy valakinek egy, nagy méretű, egy nagy gazdasági szektorban van vállalkozása, attól ő nem közszereplő. Tehát például még a büntetőjogban sem jön az a föloldás, hogy hát jó, de a közszereplőkről azért, ha mégiscsak szólok, hogy elindítottak vele egy büntetőeljárást, akkor azt nyilvánosságra lehetne hozni. Nem lehet. És nem lehetett volna a TV2-nek és a községi televíziónak erről hírt adnia. Akkor sem, ha valaki bedobta a levélládájukba, mert tudniuk kellett, hogy ezek az eljárás is adótítok, stb. És Miguel Ászlóra úgy tűnik, hogy nem sikerült rábizonyítani, hogy bűnkövetett volna el, így aztán halmozottan a hatalom részéről a vele szembeni eljárás az a diktatúrákra simán jellemző eljárás, demokráciában pedig elképzelhetetlen eljárás. Most ugye most megint egy komoly lépés következett, mert a szénmonoxid kvóták kapcsán egy olyan adót vezetett be az Orbáni rendszer, amely gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy nyereségesen a piacon, a piaci álszinten Bigel Ászója maga korszerű, úgy tudom, nagyon korszerű techn technológiájával ne legyen veszteséges, tehát ne legyen egy folyamatos vagyonvesztése a péti nitrogén hüvelykelőnek, és ugye minél nagyobb egy cég, és minél nagyobb a, a hazai nitrogén, a mezőgazdasági nitrogén kereskedelemben eh, azt hiszem olyan 60%-os részesedése van, a legkisebb veszteség is óriási veszteség. Tehát ha egy zsákra levetítem a veszteséget, az óriási, mert hogy sok millió zsáknyi terméket állít elő, ráadásul egy típ, igazából mondjuk egy típusú terméket, ezért ha arra vetítem a veszteséget, akkor nem tudja egy másik termék mondjuk nyerességessége, ez bár ilyen módon is kompenzálni. De nincsen rá elég rálátásom egyébként, hogy ez a kvótát arányosan vetítette ki. Nem a péti nitrogénművekre vetítették ki, hanem a e területen lévő az alapanyag szempontjából, a szénmonoxidra és ide vonatkozó molekulákra. Hallgattam róla a napokban egy részletesebb előadás, amit nem az én kémiai és mezőgazdasági ismeretem, nem akarom ezt most pontosabban vagy jobban hangozhatni. Azt kell mondanom, hogy a körülmények azok azért arra mutatnak, hogy ez egy durva dolog, de azért, hogy értsétek a bűnszervezet működését. Január 1-én 41 néhány forinttal fog emelkedni, eldöntött tényként, bejelentett törvénytervezetként, mind a gázolajnál, mind a benzinnek az ára csak egy új adó, tehát egy, egy adótehernek a bevezetésére. Orbán Viktor ezt úgy mutatja be, az egész magyar társadalomnak nem, és nem kedvezve Dórodórának, hanem mindannyiunknak. Úgy mutatja be, hogy ő ezt nem tenné, de sajnos köteles megtenni, mert erre az unió kötelezi. Azt már szakmailag többen is kimutattuk, kimutatta, hogy a unió előírása az egyébként azért jelent nálunk egyfajta emelési kötelezettséget, mert olyan durván adóztatja, és olyan durván számítja ki, például az Orbáni rendszer az üzemanyagokat. Ugye egész Európában a legmagasabb áfát teszi rá a legtetejére. Tehát még ezt a kötelező adótartalmat is megemeli, nem, nem 41 forint, tehát a, nem csak az adótartalommal, hanem az adótartalomra még rátesz a, a, egy 27 százalékot, ami ilyen mértékű nincsen az egész Európai Unió. Kettő, nem 41 forint, hanem mondjuk 20-szal kellene vagy 22-23 forinttal kellene az EU, Európai Unió előírásai szerint ezt a jövedéki adót tételt emelni, de Orbán mit azt mondja, ha már emelnem kell egy EU előírásra, akkor ráhazudok egyet, és a kétszeresével emel. Na most nem ismerem ezt ugyanilyen pontosan a széndiokszid kibocsátás kvótája tekintetében. De az Orbáni rendszert ismerem, és ha az egész társadalomra, a kétszeresét, majdnem a kétszeresét nyomja be, mert kell valamit emelnie, Nyom, nyomja rá az üzemanyagokba, amitől egyébként a magyar vállalkozások ilyen állnak versenyképességben az Európai Unióban, de még hátrébb teszi őket. Ugye? Még, még hátrébb, még rosszabb helyzetbe hozza, mert mindenki másnál sokkal drágábban kapja az energiát és ugye tudja, a szállításkor pedig számolt az, az üzemanyag költségekkel, akkor azt gondolom, és szerintem okkal, hogy nagyon alapos lehet a vélemény az, hogy nem ír elő, nem következne a szén-dioxid kvótának, még a kiterhelésében sem írna elő ilyen szintű plusz adóterhet, ami már ellehetetlenni a péti nitrogénműveket mert minden országban, Németországban, Ausztriában is megvan az ország ellátását meghatározóan biztosító e, e, nitrogén előállító, e, előállító egység, és miért veszteséges a Péti nitrogénműveknek, azért veszteséges, mert ő neki nagyobb lesz a terhe, mint az osztrákénak, és az osztrák olcsóban fogja tudni. Elkő pontosan nem tudja érvényesíteni a mezőgazdaságban az ő, ár, az ő árát. Imre kérdező, hogy mi az én véleménye a szuverenitás védelmi törvény javaslattól, a hatóság a szuverenitás védelmi hatóság felállításáról, most már én is felejtem, de hát erre a mai adásban ma már egyszer kitértem, úgyhogy azt már végigmondtam. Még egyszer látom ugyanezt a kérdést, ezt most már harmadszor látom. Stupa, Stupa Zsuzsi, Vágóné Zsuzsi kérdezi, hogy drámai az egészségügyi helyzet. Magyarországon, akinek nincs pénze, nincs ellátva, meddig mehet ez így? Nem mehet ez így, Tehát, Zsuzsanna, ne haragudjon, nem mehet ez így, de sajnos mindig vissza kell válaszolnom azt, hogy ameddig tűrjük. Tehát azért nem mert ez így, mert nem arról szól, hogy nehezebb helyzetben hozza az Orbáni egészségügy kifosztó rendszere, az egészségügy kifosztásában, hogy az ö, nehezebb helyzetben hozza az ápolókat, nehezebb helyzetben hozza, ö, hozza az orvos, orvosokat, ö, hanem, már, hanem azt, hogy és de azért a nehezebb helyzetet valahogy megoldják, hanem nem. Azt, amit még meg tudnak valamilyen módon oldani, tehát, tehát hogy elmények nem, nem oldják meg, a működés fön tudják tartani, az a működés ma már ahhoz vezet, hogy Magyarországon halnak meg kórházi fertőzésben a legtöbben, és az Európai Unióban a magyar egészségügy drámai helyzetéből adódóan halnak meg legtöbben, amiről az, 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 az uniós egészségügyi felmérések azt mutatják ki, hogy melyik országban mennyien halnak meg olyanok, akinek az unió átlagos fejlettségi szintjén még nem kellene meghalnia. És ebből az utolsó ilyen vagyunk, ami azt jelenti, hogy nál első ilyen vagyunk abban, hogy nálunk halnak meg legtöbben, akiknek nem kellene meghalnia. Tehát emberek ezrei, de éves szinten szerintem tízezres az a nagyságrend, aki az orbáni rendszer egészségügyi politikája következtében ma élne és itt lenne velünk, és nem halt volna meg idén, vagy tavaly, vagy tavaly előtt, csak a COVID-járvány idején ez több mint 30 ezer főre volt igaz. Tehát több mint 30 ezer olyan ember halt meg Magyarországon Covid járványban, mint akinek a járványból következett, hogy ez egy halálos járvány volt, de abból az ausztriai, ausztriai példa, amelyik nagyságban és elejeszkedésében a járvány tekintetében ugyanabban a helyzetben volt, mint Magyarország, Ausztriában olyan 14-15 ezeren haltak, meg nálunk meg 46 ezeren ez egy nem kisváros, ez egy közepes város méret, csak abban a, csak a járvány időszaka alatt. Úgyhogy az a pontos hogy meddig mehet ez így, ameddig nem söpörjük el ezt a hatalmat. Addig, addig ez a hatalom magyar emberek ezreinek és tízezreinek a halálához vezet. Nem, az ugye megint úgy az, az mint a nyugdíjrendszerre mondtam, az egészségügyre is ugyanezt ezt kell mondanom. Meg kell nézni, hogy miközben a magyar egészségügy a adott példákból, hogy nálunk haltak meg a legtöbben, ma is nálunk halnak meg kórházi fertőzésben a legtöbben, nálunk ment el a legtöbb orvos, és nálunk esik legtöbb beteg szakápolóra, és egy, 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 egy egyes orvos szakápolóra tekintet. Tehát a legrosszabb helyzetben vagyunk, ha ebből az Orbáni rendszer valóban a magyar egészségügyet ki akarná hozni, tehát egyszerűen lényeges volna számára a magyar emberi élet. Az Akkor azt lehetne mondani, hogy a magyar nemzeti ösztermék, ami most már egyfőre vetítve a legkisebb Magyarországon, az Európai Unióban a legkisebb Magyarországon, ebből a két elemből az következne, hogy valaminek a kárára az egészségügyre egy nagyobb százalékot kellene fordítania, mint Ausztriának, Németországnak, vagy a Portugáliának, hogy ne csak a legfejlettebbekről beszéljünk, vagy Spanyolországnak. Tehát azból lehetne látni, hogy Magyarország próbálja az elmaradott egészségügyi helyzetét a magyar kormány próbálja megoldani. A abból lehetne látni, hogy mondjuk az egészségügyből a szám az most a hasaütő, csak az érthetőség kedvé mondom, az egészségügyre fordít az unió átlaga 5%-ot, az ő nemzeti össze magyarok meg hetet és valami másra például nem vásárolják meg a Vodafont, mert miért kéne megvásárolni, veszteséges és tökéletesen működött Magyarországon, nem akarja megvenni a repülőteret, mert, nincs, mert annak nincsen jövedelemhozó tevékenysége, tehát, és ma az egészségügyre kellene fordítania, arra akar ezer milliárdokat, kölcsönöket fölvenni, tehát azt lehetne látni, hogy ha többet fordít rá, de mi az egészségügyre hasonlóan az oktatásügyre, miközben az utolsó helyen vagyunk, és miután évente indokolatlanul magyar emberek ezrei, talán tízezer ember is meghal, pedig élhetne. Ehhez képest mi az uniós átlag alatt fordítunk. És nem csak az uniós átlag alatt fordítunk, hanem a korábbinál, a 2010-es vagy az azt megelőző időszakban az akkori nemzeti össztermékünkből az egészséggel fordított százalékos aránynál is kevesebbet fordítunk. És akkor még jön egy újabb csavar, hogy értsétek, hogy a kevesebbet fordítunkból még sokkal kevesebb az egészségügyben az egészségügyi szolgáltatásra. Mert amikor központosították az oktatásban a kréta beszerzést, az egészségügyben az egészségügyi berendezések beszerzéseit, soha senki nem vásárol abból a kevesebb pénzből olyan drágán egészségügyi gépeket, gyógyszereket és egészségügyben felhasznált felszereléseket, mint Magyarország. Tehát, és ez ugye a legegyszerűbb, amit láttatok, hogy 6-8-szoros áron vásároltunk vásároltunk egyébként az egészségügyben alkalmatlan lélegeztetőgépeket. De amikor kiszámítottuk, hogy mennyit fordított a magyar kormány az egészségügyre, akkor azt a 300 milliárdot, amiről az alkalmatlan lélegeztető gépeket 7-szeres áron szerezte be, a részében, a, a, rendszerében, abba az be volt számítva. Tehát a effektíve kisebb költség, kisebb ráfordításnak is a legjelentősebb kiadási részét korrupcióval kilopja belőle. Ezért zuhanna a magyar egészségügy. A Garai Zoltán kérdezi, hogy a WHO szerződése mi a véleményem, gyermekeink, unokáink, Dominik jövője is függ tőle, rólunk ne, nem is beszélve. A WHO szerződésről kettő, három vagy négy adással ezelőtt részletesen beszéltem, és elmondtam a véleményemet, és nem szeretném ismételni. Úgyhogy azt majd fogom is kérni, nyilván elfelejtettem Gábornak, mondan, aki segít ma nekem, hogy VH-os kérdést ne tegyen föl, nem értek egyet a kérdés feltevővel. Tehát ez egy, ez egy, fontos elem, de ugyanúgy, mint az oltás, és ez egyébként semmi problémát nem jelentene, de ugyanúgy, mint az olt védőoltás ellenességében, ellenességében is, igen, a magyar társadalomnak 10-20-30 százaléka a kötelező védőoltásokkal ellen van. És a, annak idején a COVID-járványban lévő ö, 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 oltásokkal is szemben megy. tehát é, 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 És szemben megy. És én tiszteletben tartom, hogy a társadalomnak van egy ilyen 10 és 30 százalékos nagyságrendben, ebben elkötelezett, tehát hogy nem fogom tudni meggyőzni őse engem egyébként, de nem fogom tudni meggyőzni, hogy ebben nincs igaza és Dominiknak a jövőjét, ahogy az elmúlt évtizedek és az elmúlt száz év azt mutatta, és mekkora ellenállás volt annak idején a tuberkozólis elleni védőoltásnak, a gyermekbénulás elleni védőoltással szemben is. Dominik jövője az, hogy ami kell, az be kell adnia, azt az orvosoktól meg kell kapnia, de Annyian támadtatok meg az én nézőik örömből a WHO hozzászólásomban, azt föntartom, azt tessék megnézni még egyszer, nem fogom újra vezetni. Összebékíthetetlen az ellentétünk. És aki ezt olyan fontosnak tartja, hogy nem tudja az én véleményemet tiszteletben tartani, én tiszteletben tartom az őgét, és akkor elhagyja az oldat, hagyja el. Tehát nem, ebben nem tudok mit mondani. A szélsőséges gondolkodás, az tudomásul kell venni, számtalan olyan kérdés van halálbüntetés, e, e, eutanázia, tehát hogy jogon van -e dönteni arról, hogyha, hogy isek, hogyha e, a, az életem már nem gyógyítható, nem méltó az életemhez, amit fönn kell tartani, akkor kérjek abban segítséget, hogy ne a szenvedésemet nyújtsa meg az egészségügy rendkívüli ráfordításokkal. Ugye ebben a kérdésben az abortusz, hogy a nő testének való rendelkezési joga, vagy pedig a, a, a magzatnak az élethez való joga, vagy az apának a beleszólási joga. Mondjuk az észébe, ezek olyan egymással össze nem békíthetett, mert hogyha az egyik úgy gondolja, hogy ez ő számára nem szeretné, nincsen közte, hogy félig szülessen meg az a gyerek. Tehát, hogy rengeteg olyan kérdés van, amiben a társadalom akár 50-50 százalékban -50 is megosztott. És az a gondolkodás, hogyha ha azt, akinek, akiben én bízom, abban csak akkor bízom, ha ebből a 30-50. Eh, megosztó kérdésből mindegyikben pontosan ugyanazt vallja, amit én, akkor, akkor azt gondolom, hogy akkor nem ez az ő oldala. Tehát az, az, az ugyanis egészen biztosan nem fog előfordulni. Az egészen biztosan fog előfordulni. Tiszteletben tartom tehát azt a véleményt, amit a kérdés sugal, nekem nem az a véleményem, és nem akarok vele többször foglalkozni. Dócs Kata kérdezi, hogy képtelenség ingatlant eladni, lehet -e tudni, meddig áll még a piac, mivel mozdítható. Sokan beszorultak, végrehajtás pedig <coughs> a végrehajtás pedig dősül az ingatlan piacon. Az ingatlan piac egy olyan sajátos terület, amit nagyon sok minden befolyásol. Erre most megpróbálok, mert alig három percünk van hátra, rövidebben válaszolni, de nagyon sok minden. Az ingatlan piacnál, ha valaki például az, az ingatlan való befektetését befektetésként kezeli, csak azt szabad ráfordítani, ami hosszú időn keresztül akar, tud tartani, és amikor látja, hogy számára kedvező, akkor realizálja az ottani veszteségét annak, akinek kényszereladása van azért a kérdésben ez kiderül, az nagyon rossz helyzetben van, mert az ingatlan, főleg ha nemzetközi válsághelyzet van, akkor az ingatlan nagyon erősen tud erre reagálni, de hosszú távon az ingatlan piacon növekedés várható. Ezért van a válaszomnak egy pozitív része is, hogy ha hogy van, tehát fog tudni, betud, tud, valamilyen szinten be tud lendülni, várható, mert most elég mélyen van. De azt én nem merem állítani, hogy a legmélyebben van. De lehet, hogy a legmélyebben van. Tehát ez a, ez a szak, és a szakértői válasz, hogy lehet, hogy a legmélyebben van, mert már, már, már hossz ideje besorol, oka is van, hiszen a magyar gazdaságpolitika eredményeképpen Magyarországon lett az infláció a legmagasabb. Az infláció, és még jövőre és jövő utánra is az Európai Unió inflációs értékének legalább a duplája lesz Magyarországon, és ez Orbán infláció. De ha az inflációnak most az a lényeges része, hogyha magas az infláció, magasak a kamatok. Az ingatlan piacot mozgatni pedig csak hitellen lehet. Tehát az egy borzasztóan szűk területe, ha jól emlékszem, akkor 3-4 évvel ezelőtt, amikor a kamatok az ingatlan piacon nagyon alacsonyan voltak, Unióban is, és nálunk is, tehát a, e, e, még jóval, tehát egy év, 2020-ig, 20 végéig, 21 elejéig, nagyon alacsonyan voltak a kamatok, addig a, az ingatlan piacon az adásvételnek a saját erős, tehát a, a, mondjuk a készpénzes saját adásvétel nem ért el a 10%-ot. Az ingatlan piacon megfordult pénznek pedig a saját erő nem ér, nem haladta meg a 30 ot ez azt jelentette, hogy az a piac azon a szinten úgy tudott működni, hogy 30% az emberek megtakarításából és 70 a a, e, 70 a hitelből. Az elmúlt évben hitelből vásárolni ingatlant az egyszerűen, ha szakértőként kérdeztek valaki, hogy menne föl itart és ingatlant a vásárolni, mondtam, csődbe fogsz menni? A következő tulajdonos jól fog járni, mert te nem fogod tudni azon a kamatszinten visszafizetni a hitel. Tehát ha elment a vásárlása fordítható pénznek a 70%-a, akkor az ingatlan piac leáll tehát ma lejár, nem, ez nem azt jelenti, hogy egyetlen vásárlás sincs, csak az előbb mondott 10-15 százalék, készpénzzel mozgatta, mozgatta a vásárlás. Azért most megy le a kamat. És ez a rendkívül magas kamat, ami még most is olyan, ami például nem ajánlható felvételre, tehát ingatlan vásárláshoz való felvételre, már csak azért sem, most rosszabb kondícióval várható, mint mondjuk fél év múlva, de azért az a pozitív válaszom, hogy fél év múlva az eh, ingatlan vásárláshoz felvehető eh, kamat az valószínűleg a 50-60 százalékára visszaesik a mostaninak. Márpedig, ha visszaesik, a, 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 akkor az növekedni fog. De még akkor is elég magas lesz ahhoz, hogy nem fog elérni a 2020-as szintet. De én ma azt becslem, hogy az ingatlan eh, piac bővülni fog de nem abban az ütemben, ahogy azt várjuk. Csaba Pintér Csaba kérdezi, mi, mi a véleménye Bigel hát, Ugye a kérdésekre később látom, mint ahogy azt föltették, ezért, ezért gondolom, hogy ez már akkor került a, az én oldalamra, amikor még nem válaszoltam Bigel ászolóra, úgyhogy arra, arra most már kitértem. Tóvos Lukás kérdezi, egy hogy történelmi tény, hogy 1998. parlamenti választás két fordulja között Orbán-Torján pártvezető megállapodás sikerrel járt és kormányalakítást is eredményezett. Ennek a máig kiartó sikernek a tapasztalata az én meglátásom szerint 2010-től megrendezett valamennyi választásokon az aktuális erők, pártok miért nem, miért nem tudják fölhasználni. Eh, eh, Lokács, eh, ah, már túlléptük, úgy láttam a, az adásidőt, erre, erre hosszú volna válaszolni, de miközben azt mondom, ha egy picit figyeli ennek az oldalnak a, eh, ennek az oldanak az állandó bejelentkezéseimet a hétközi bejelentkezéseimet azt a törekvést eh, eh, 2023, ugye az a szeptember 25-e, amely egymond létrehozott egy új ellenzéki kerekasszanak az első próbálkozását, amit talán sikerrel fog járni a következő egy-két hétben, amely nagyon nagy ütést fog mérni nagy valószínűséggel az Orbáni Orbán rendszerre. Ebbe az irányba aladunk. És ahogy az elején is mondtam, hogy de az a propagandagépezet, az az Civil szervezeteket szembefordította pártokkal, pártokat a civil szervezetekkel. Ma egy olyan megállapodás, amit annak idején kötött Orbán-Tordjánnal, egy olyan megállapodás az, az ellenzék oldaláról, hogy még megállapodik az LMP és a, a Momentum, az teljesen alkalmatlan lenne még váltásra. Mindegy, a 22 mutatja, hogy a hat ellenzéki párt összefogása is még alkalmatlan. De bár sok hibát is elkövettek, de még alkalmatlan az Orbán rendszere váltására. Itt egy sokkal szélesebb körű, sokkal inkább nem a 98-as, hanem a 90-es ellenzéki kerekasztal mutatja be azt, hogy mit kellene tenni a magyar parlamenten belüli pártoknak, parlamenten kívüli politikai pártoknak, politikamozgalmaknak, szakszervezeteknek, civil szervezeteknek, hogy az Orbáni rendszert leváltsuk. Tehát én nem a 98-as mintát próbálom bemutatni, hanem a 90-es mintát, az sokkal jobban, sokkal jobban rámutat erre. Ú, uh, ma egy csomó kérdés megválaszoltan maradt, miközben túlmentünk rajta. Éva kérdésére is, is válaszoltam szerintem, szerintem ma már e, e, bemutattam, hogy az ellenzék mi vagyunk, nem az ellenzéket, a civil rákényszerítése az, nagyon sokszor elmondtam, 70 ezer követőből már minden van, nincs olyan civil szervezet, nincs olyan párt, amelyiknek a vezetői karával közületek legalább 50-nek ne lenne személyes kapcsolata. Győzködni kell őket erről a civil és politikai rendszer összefogásról, amelynek ráadásul a keretei már rendelkezésre állnak, már ott van, megnyitottuk, ezen az oldalon bemutattuk, ebbe kell őket, be, ebbe kell őket beszorítani. Hú, hát, a palesztin államról mindenképp szerettem volna beszélni, láttam Évának ezt a kérdését, de hát túlfutottunk az időn, meghaladja. Egy, az lenne, és ez egy nagyon fontos, az egymondatos, és utána lesz legközelebb erről egy részletes kifejtésem, azt előre fogom hozni a következő adásban, hogy ebben a pillanatban semmilyen realitása nincsen a két állami rendszernek, és ez nem Izrael hibája tehát ez nem Izrael hibája. Nagyon sokszor a több, több előadásban azért finoman, vagy nem finom az egyértelműen rámutattam arra, hogy ameddig valamelyik félnek az az álláspontja, hogy legyen egy az ENSZ 1947-ben azt hiszem állította föl többségi szavazattal lesz a két államú rendszert, 48-ban Izrael megalakult. 48-ban megalakulhatott volna a Pereszin állam is, de nem ez történt, hanem az összes arab környező állam, és enten olyan alkotmányokkal is rendelkezett, az ottani palesztin alkotmány azt fogalmazta meg, hogy Izraelnek nincs létjogosultsága ott lenni, és a zsidókat el kell pusztítani, és ha minden zsidót a térségben elpusztítottak, akkor megszűnik az izraeli állam azon a területen, ott csak a palesztinák van létjogosultsága. Ezt a háborút az környező arab országok és a palesztinok elveszítették. A palesztin hivatalos állami szervezet az 10-15 évvel ezelőtt kivette az alkotmányából ezt, az, ezt a passzus, de a Hamas akivel szemben most a háború folyik. A Hamas pillanatnyi alkotmánya még ma is tartalmazza, és ennek szellemében indította az ő úgymond szabadságharcát izrael szemben, és gyilkolta a, a, a csecsemőktől az idős emberekig. Ki az az állam, akinek van kellő katonai és önvédelmi ereje ebben a pillanatban, hogy azt mondja, hogy alakítsd meg az államot mellette, és mint állam épül föl, épít saját rendőrséget, hadsereget nyíltan, vásároljál, mint állam, stb. Fegyver, nagyon komoly fegyvereket, lépjébe akár akárhogy is, különböző fegyveres szervezetekbe, azért, hogy amikor kellő erőd lesz, akkor átrohany hozzám, és a csecsem nem háborút folytas velem szemben, hanem népírtást. Mert ez van az alkotmányában. Tehát a palesztin népnek Gázában nem Izrael az ellenfele, hanem a Hamas. Magyarországnak nem a NATO, nem, nem a Brüsszel, de még csak nem is, ezt szoktam elmondani, még csak nem is Moszkva, meg nem Kína az ellenfele, hanem Orbán Viktor. Azt teszitünk ezt az ország, Ezt meg kell látni, hogy ki nevesítsem, hogy kivel szemben kell, kell fölírni. A többi kérdést megpróbálom elrakni a következő alkalomra, vagy pedig hétközi bejelentkezése. Elnézést, nem tudtam végigmenni, viszont nagyon köszönöm az aktivitásokat. Tényleg elérkeztünk az adás végéhez. Szeretnék nektek egy szép hétvégét kívánni ma egy további estét, holnap meg ugyanígy péntek van, tehát még van egy, e, 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 egy szorgos nap is. Ha úgy gondoljátok, hogy sok volt ebben hasznos információ, osszátok, ha még nem tettétek meg, kövessétek az oldalt, mert például abban az ellenzéki kerekasztal sötét szervezésében nagyon nagy jelentősége van, amikor azt tudom elmondani, hogy ez egy nagyon nagy közösség. És a nagyon nagy közösségek az egyik mutatója, hogy milyen sokan nézitek és hallgatjátok, de a másik mutatója a politikai pártok, civil szervezetek számára, mert ők is próbálkoznak, hogy milyen követői táboruk van, mekkora tagságuk van, ha azt látják, hogy itt milyen sokan vagyunk egy platformon. Úgyhogy. Nem én miattam, kövessétek ezt az oldalt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. További szép napot és egy szép hétvégét kívánok. Szervusztok!